Vele álmodtam, vele ébredtem az éjjel. Láttam az arcán, hogy plébekelt, ó, szépen. Smacizok, smárolok, most vele. Ó, hogy egyétek meg fele. Krisztina, Krisztina, te drága. Ó, ne törjön el soha a lábad szára. Nyáladzunk, ó, smároljunk, és kapjuk el a baktériumoinkját. Krisztina, Krisztina, soha se nőj fel. Hideg van, szóval melegíts vele kicsit, Krisztina. Látom, hogy már egy kicsit az ajkad is plasztika. Na jó van akkor! Köszönjük, elég volt már itt a izékből, ölelkezésből már itt a lassacskán. Még már nem, elég volt, lassacskán mondom, azt akartam mondani, hogy még itt a leveti gátlásait, meg ruháit, azt ott elkezdtem ezt a nő striptizálni. Nem akarom, hogy felfázzon semmi, főleg ott a csípő derék tájékon meg ne fázzon a kis Krisztinácska. Egy újabb bullis része jelentkezem, közvetlenül az előző rész után el is indított felvételt és még egy részt felveszek. Igazából azt mondta előző részben, hogy majd írjátok a kommentben, hogy milyen végigjátszás rész következzen a bullis videóm után, de úgy gondoltam, hogy most mi benne vagyunk nagyon ebben a iskolai, úgy értve, milyen tisztelettel hangulatba, még egy részt felveszünk és megyünk is a rajztanár nőhöz, már azt tudom, mert melyik tanár kicsoda, és természetesen rajzolunk. Lefessi munkácsi Mihályt, Mihálytól, hello Algernon, nem én vagyok Lola, takarodjunk. Lefessi munkácsi Mihálytól a seksenő nőt. Na, így most utoljára. És szerintem fogadjunk majd, nem tudom, szerintem valami testi örömöket fog adni a rajztanár néni, így a 5. óra utoljára megcsinálása után. Ez a küldetés, ezt nem tudom, hogy lehetett elrontani, talán ezt még a szomszédom, pár házzal arrébb, akik ő rontott el, aki már 30 éve alkoholista és azt tudja, hogy mit csinál. Na hát így nem leszek se is. Így nem lesz seksenés, az biztos. Az a baj, hogy a rózsaszín radír, az a G-es radír itten köcsögösködik velem. Az a egy probléma van. De milyen gyors? Nézzétek meg! Tiszta tájfutó a csávó. Ez mi volt? Mi robbant fel? Mi robbanja? Mi robbant fel? Mi robb a szexbomba? Mi robbant fel? Az nem tanult. Nem, én nem lesz vágás. Nem lesz vágás. Hízó vágás. Már nagyon régen vágtunk hízót. Hú, talán 2007-ben vágtunk mi amúgy utoljára hízót. Szoktunk amúgy járkálni, segíteni hízóvágáskor. Általában én is szoktam menni segíteni enni. De mi már nagyon régen vágtunk malacot. Ez csak egy kis kulissza. De bulvöltös diákok is tudják már meg, hogy milyen a falusi hízóvágásos élet. Na, Krisztina, Krisztina, Candynek a húga, Candynek a húga. Ilyenkor nem jön. Jaj, biztos valami, még valami gyönyörű kis szerszámot, dildót, meg ilyesmit nyomkodnak egymásba a lányok a zuhanyzó alatt. Ott van Krisztina, ott van Krisztina, hát nehogy már, hogy ne lenjen már fel 200%-ra életem, nem, gyerek? Nem, srácok. Itt van rózsaszín virág, most szedtem. Ezért a fó alól kiszedtem, hóvirág, nem látod, tiszta fehér, úgy néz ki, mint a hóvirág. Jó, ezért már mellkasomban nem kell tenni a virágot. Ez a szépen. Csak úgy cuppanjon, úgy... Csak úgy cuppanjon, mint mikor eszi megfele ezért édesapám a pacalpökörtől ezért a cupákot megfele. Na. Az mi? Hét azt hittem, a rockszorban vagyunk. Jaj. Az egy macska? Várjál már! Candy. Chill bitch. Chill girl. Várjál. Az egy macska lenne? A tök az. Nem tudom, a macska lenne, akkor már 200%-osan szeretem ezt a Bulwark Academy-t.
ne felejtsük el, mindig figyelnek minket. Ha mi vagy te asszony, mi? Big Brother? De... Ágyi, mi van? Mondom, nem viszlek el a STK-ba? Na. Mit csináltak a fiúknak a... Mi volt a fiúknál? Na mindegy. Fessünk. Legszebb nyári élményeteket fessétek le. Oké. Okay. De amúgy mindig ezt a tanárnőt kell lefesteni. Ez egy egoista. Önimádó. Azt hiszi, hogy azt a... Jaj. A fiatalsága örökké fog élni. Azt fel fog robbanni. Jó. Még jó, hogy látta, hogy fel fog robbanni. Nem tudom, ilyet a rajzóra, ilyet nem szültem még, ilyet még nem izéltem. Hogy itt a robot, ez jó. Freeze! Police! Oké, speed bust, ez még jobb. Jó van, csicska vagy! Sikerült. Mindig ugyanabban a pózban. Akkor legalább akfotót kellett volna már csinálni, nem? Azt majd egyetemen. Ő is az osztálytársa, a pomponos lány, akit hogy hívják azt a jányt? Tudja, mi már majd találkozunk vele is. Na, tanárnő. Akkor, mit ad nekem? Mély torok? Mi? Ha, mit? Nem hallottam rendesen, leprás a fülem. Nem kell már ajándékokat adni a lányoknak is? Akkor is lehet őket kiszelni. Ó, kiszeltünk. Nagyon jó. De nem mindegyiket ugye már, csak az, amelyiket már levettük a lábáról. Jaj, kisfiam, miért isz? Mi, kiesett a tejfogad? Hm? Nem kaptál meg a Kinder meglepetésedet, mi? Ja, túl sok dislike-ot kaptál a videódra, a Minecraft tutorial videódra? Kisfiam, miért sírsz? Ide mentünk. Persze, hablarra, te is akarsz kiszállni? Túl öreg vagy már, vénkecske. Na. A kecske, a vén kecske is megnyil a sót, nem ágyikám. Jaj, vigyázzál, úgy jársz, mint Magdanyus. Vigyázzál, de én nem azért ez nyírt ki ezt a naplót akartam elvenni. Ó, ágyikám, ágyi. Azt hittem, te rendes tanár vagy. Közben ilyen pókeres könyveket, vagy kártyákat dugdosta a könyvedbe. Hát, jó, szar. Lol, ez rész. Jó, ezt a izét már megcsináljuk, ezt már meg akartam nézni, mert csak hogy... tesi óra lesz. Lenne. Délután. Még azt akarom megnézni, hogy még a vietnámi barátunknak egy transit store-t még nem szereztünk be. Ott van. Az messze van, de majd ha el nem felejtem addig, akkor gyorsan beszerzem. És megcsináljuk a Jokes Challenge-et. Jó. Oké. Jók vagyunk. Királyok vagyunk. Na, itt az Izé-szigeten. Boldogság szigetén ott egy törpe. Oda nem megyünk. Hogy legyen magába. A magány szigete, Lola's Race, még mindig. Agresszivitás. Flegma kislány. Minden játszik. Annyi a lényeg, hogy az alma, ami most se fogyott meg. Együnk. Na. Át kéne már öltöznöm, mert ez a négyenös bőrkabát, meg ez a szakadt nadrág, ez már annyira nem imponál számomra. De hát a lányoknak imponál, akkor annyi a lényeg, nem? Jaj, leszeretnék veled feghinni! Haaa, tutorial videó! Jézus Mária, ezek a mai kislányok. Gyorsan, a biciklőn rápattanunk, új rápattanok, mint... transvestita a férfi pöcsre. Na. És haladunk kell. Muszáj, we have to! Menj már innen! A bicikli járdán sétál az a gyerek. Az ott csodálkozik majd, hogyha rámegy a biciklivel a lábujjára, azt majd 10 lábujjából izét el kell operáltatni 9-et. Átöltözzünk? Nem öltözünk át. Átöltözünk. Közúti balesetben meghalunk. És el is kezdődött valószínűleg már azóta a tesi óra. Éppen most kell a lányoknak leborotválni a tesi tanár hátáról a szőrszálakat. Azt hittétek, más mondok, mi?
mindig a izé szexualizmus megy itt a videóimba, de hogy is? Ez ilyen nagyon ilyen, nem is tudom, csillagok háborognak. Legyünk katonák. Hát én katonai kedvemben vagyok. Katona dolog. Ó. Oh. Ó, oh, ho! Oh. Na, így. Azt nem marad. Mi izé, motoros cipőben voltunk eddig. Ez így jó, ez így jó. Még elmehetnénk izé, Alaszkába is egyet izé kempingezni. Ki hozza izét? Ki hozza a popcornt a kempingezésre? Tessék, hölgyem. Ó, maga még mindig nagyon szexi abban a kék izébe. Hajával. Úgy lefesteném rózsaszín. Na. Így nagyon úgy nézünk ki, mint valami... Nem is tudom, migránsok. Már nem azért. Jaj, jaj, már a csöves is megijedt. Jaj, jaj, jaj! Nem baj, nem baj, így megyünk tovább. Így megyünk tovább. Az utadon szász. Na. Na, te kis bicycle tolvaj. Mi? Lopjon már inkább a te anyától az izé pisz, mint hogy tőlem. Akkor izé keménykedjé, hogyha apád bankszámlájáról leviszel pénzt azért, mert hogy donationai nagy youtube-osoknak. Na. Akkor legyen nagy pofár, mikor apád meg ver. Ne ilyenkor. Na. Persze, az igen! Na ez konkrét a halál. Jó, gyorsan indítsuk a küldetést. De nem ezt akartam. Nem a Lola's részt akartam a... Of course I love you, Johnny. Jó, szeretlek, Johnny. Love nem szeretsz. Jaj, a szerelem komplikált. Between you and that Gordo kid, I'm gonna kill him. Johnny, már nem csak Gordóval vagyok. Ázs is rámázott volna. Az igazgató, a gondnok. Pedagógus, a feka. Szeretem, mikor mérges vagy, hogy feltüzelsz. Hey, what are you doing here? Looking for you, Johnny, at Lola's house? Yeah, be nice to each other. You know what I like about you two? You're both so straightforward, so quick to judge, so fast. Ain't no one fast like me. Really? So you could beat Jimmy in a race? Baby, melyik a kedvenc horrorfilmet? I heard he was pretty fast. Én nagyon gyors vagyok, főleg ebbe a army kabátba. Give me a break. Oh, I think we've got a little challenge. Jaj, biciklizni kell. Bicikli verseny megint, de jó. Most miért kell feltüzelni a konfliktusokat? Úgy után. Ez a mocskos ribanc. Jaj, ez a Johnny. Ez mondom, ez meg egy... Már akkor mondtam, hogy ez egy utolsó senki házi kis ótvar. Csemege uborkás. Kenyérre nem kenhető. Csótány, mikor először megláttam, hogy nem banda vezér. Istenem. Ó, ez az én biciklim? Na persze, az én biciklim. Jaj, jaj, mi volt ez? Ja, mi ez a keringő? Úgy kering, mint a ringes pirszen a tököm. Na. Jaj, gyereket, de gyorsan megyünk. Ja, és gondolom itt fontos a izé. Az, hogy a szabályok betartása. Leboxolnak a pitába. Ott volt egy Magic Cards. David Magic mentorom. Biztos örült volna annak a Magic Cards felvételének. Még mindig itt vagyunk a Mesél az Erdő erdejében. Oda nem megyünk be, mert tudjátok, ott szoktam mellesztálni a kisfiúkat megfele. A kis Michael Jacksonok. Pam 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 pam. Hát, jön egy vonat. Jöjjön egy vonat. Gyorsan. Ne a szalóki, mert szalókra elég ritkán jön a vonat. Az mi? Váljunk? Álljunk meg. Át lehet jönni most már erre a város részre. Hát úgy lehet átjönni, csak egy sinán sajnos. Ott volt egy ilyen lakókocsis... kis valami a térképen. Láttátok? Az a kenyérpirító, vagy mi? Az mi? Persze már, hozzátok a kell fa is. Tüzelünk. Há, az igen. Na, még a fizése, stílfűrése. Jaj, a stílfűrése se lehet elvárni ezt a nagy kankós fát. Hát milyen nagy fák voltak ott rajta, gyerekek. Beszaltok. Most szerintem már át is mentünk Romániába, nem? Gyerekek. Hát már milyen messze kerültünk. Ott a Magic Cards. Én meg egy instant halál. Ez nagyon jó, ha itt lesz vége amúgy a versenynek. Persze. Hát mondtam, hogy nem ebben a nagy army pufajkába kellett volna akciózgatnunk. Persze én még a kerülőn. Persze, ez amúgy nem a kerülő, ez a rövidítés. You are falling behind. Mi?
Rám támad egy grizzly medve? Nem lenne olyat, hogy bezakadtok a jég? Jégen, majd... tudjátok... Francban, amikor biciklizek, azt veszem be fel a hideg levegőt, akkor köhögök. Ez mi? Ez mi? Az igen? Persze! Fő a izi, a tisztességes verseny. Fő, ránk vágják a nagy izi kilós fát. Ez nagyon fasza. Nem, hogy már izi templomtól nyújt dőltönétek rám. Nem? Itt van már Johnny, kis Johnnyka, Johnnyka. Ez csalásul, mert... Megvan babonázva a bicikli. Megint megbabonázták az izi Harry Potteres könyvekkel. Ezt elbuktuk ezt a verseny, mi? Szerencsére elég hosszú a verseny, így még nyerhetünk. Még lehetünk a winnerök. The winners takes... Megcsinálod! Gyerünk Johnny! Vagy Jimmy! Jimmy! Az igen, még lezárják a Greasers akkor utcai banda, hogy még lezárják az izéig a utcát. A rendőrs nem csinál semmi, persze? Hogy nem el? Ja, mondjuk van space-em is. Oké. Okay. Adj már a hülyeséget. Oh, az... Stop egy hár mindenit! Persze! Bicikli hogy van? Nem halt meg. Jaj! Wow! Újra karácsony van. Carolina, Kriszti, kedve drága. Nem volt megbavonázva a bicikli. Jó van, vegyél már a kínai vagy beáltatót. Na. Jaj, cecerverés, júj, a makkom, jaj, áú, ez nem esett jó, na mindegy, na, ez az, ó, talán ez a Lola a legszebb eddig, a három. Rendőrőrmester úr, mit akar? Én nem a fánkos gyerek vagyok, limonádét csárulok. Megcsináljuk a piszt. Rendőrőrmester úr, nézd! Nézd, kiki bántani akar, rendőrőrmester úr. Ilyenkor nem merne bántani, hogy itt van a rendőrőrmester úr. Lola? Most már Lolával mindig tudok kiszállni. Ez mi? Ja, hogy arról az izéről kéne egy fotó állni, és be voltam kábítózva, hogy mindig érzem Lolának a csókját. Minden nyerítek, mint egy ló. Elhúztak már innen? Köszönöm szépen. Ne engem bántsa! Amúgy mekkora köcsökség... Bat fotó. Milyen bat... De miért bat fotó? Get a photo of a tag girl. Nem... Get a photo of a tag girl. Tag girl. A jel. Nem. A járőr, te gör! Neküld már nem is annak küldet is amúgy már itt már megint egy császkál valaki. Na mindegy, jól lesz arom. Hát akkor ennyi. Haj másik Greasers, haj másik pál, a barométer tetőre áll. Eszem kezdte a nyőbe, elmegyek én Debrecenbe, ha én Zsibéte Péter pál. Shift. Hosszú shift. Wow. Na. Azt mondjátok lesz itten. Masturbációs bál. Nem lehet rendesen küldetés ez, nem? Na most már ide kéne egy safe house kell. Safe house. Az igen. Itt menjünk balra. Balra. Ott lefordulunk balra. Jó. Elfelejtettem valamit, egy tranzisztort. Azt akartam mondani előbb, hogy jó előbb, hogy... Rosszal jövünk. Eddig, akikkel ugye a klikből így... Úgy mondani, kapcsolatot létesítettünk. Ugyebár volt a... A gyerek majd dobálja az izét. A árva a házat, ahonnan származik. Jó van. Ugye volt a... A kockából volt Beatrice. Beatrice, igen, a Beatrice-nek hívták a herpeszes jányt, ugye, akinek a naplóját is visszaszereztük, meg mindig köcsögöskedtek vele a lánytársain, ő vele voltunk így úgy együtt. Akkor volt ugye a Pripisektől Pinky,
Na, ő is elég jóféle volt, de Pinkyvel nem találkozom mostanság. És akkor most már elvileg Lola is a mi kegyhatásunk alatt van. Szóval ő eddig ezen a legjobb. Jó, mondjuk egy izé, ő mindenkivel együtt van, úgyhogy azért arra is gondol, figyelni kell Jimmy. Hát azért nem mindenkivel, mert izé... Kidobta. Jó, és akkor megnézzük a challenge-et. Biztosan ilyen bicikli verseny lesz, hogy valami ilyesmire számítok a Greasers-öknél. A Greasers az nem valami nagy banda amúgy. Még talán gyengébbek is, mint a Priepisek. Szerintem. Na. Helyi gondűző. Jó. Oké, ez mi ez? Blue Balls. Ugye nem biliárdozni kell. Kinek dugjam fel a dákot? Semmi sem megy, sosincs semmilyen rendes adás a tévében. Talán azért, mert nem dugtatod be a kábelt. Ó, itt van Kiki. Ja, szóval csak megint boxolni. Azt szeretem. És azért is jó a lányokkal smárolni, nem csak azért, hogy már áll majd a kukkeló, hanem azért is, mert így 200%-ig felmegy az élet, és ilyen küldetéseknél lehet alkalmazni a 200%-os életet. Na jó, elég. Ez talán addig a legkönnyebb challenge, nem? Nem tűnik annyira vészesnek. Hello, Kiki. Ellapátoljuk a idígy havat. Jaj, Kiki, nem voltál rendes gyerek. Hát mit csináltál Szilveszterkor is? Mutattad meg karácsonykor, mutattad itt az éret, a nunádat. Na, hellóztok. És tényleg ennyi volt? Ennyi, és még ez a kis hely. Jó, nem, azért még jönnek. Jó van. Ó, persze. Hozzáadom már apátokat is hozzátok ide, nem gyerekek? Meg a nagy izét. Pélót, nem? Hát milyen nagy izé bazi embereket küldenek ide? Azért vannak elég nagy fekete Ján Locika, Lászlók itt a Greasers banda közösségben. Kemény az élet. Na még jó, hogy fel vagyok töltve 200%-osan. Hú de kikerüli a kis szendelány. Hú de kikerül a golyókat. Az igen gyereke, mint Tony Montana a sepehes arcú film végén. Nagyon jó. Jaj, engem nem fogsz itt ezért kamatyolni már. Áhá. Gyere még. Ó, jó kis hely ez is. Ja, mondjuk nem hinnám meg ide Ellen Page-et. De jó hely. Lehet játszogatni. Ez egy Pac-Man Péter. Minden jó. Ez nagyon jó. Ez könnyű volt. Franzo, meg se borotválkoztam. Tudtam, hogy ma ezért Lolával fogsz márolni, meg borotválkoztam volna. Nem tudtam. Átöltözünk, mert a ruha nekem nem tetszik. Eddig se tetszett. Hát, bazd meg. Ezt majd tavasszal, Jimmy kéne, tavasszal. Jó, maradjunk ebben a ruhában, mert úgy látszik itt a öltözködés most nem akar nagyon jól állni. Okád, nem akar jól állni. Hát igen, ott van egy nagy romantikázás megy 80 évesen. Igen, ott van meg nagy meleg romantikázás megy 40 évesen. Mi meg visszavisszük a hobónak a cuccot. Azért amúgy szélesen néztem a házba. Jó, addig nem jó itt a Greasers területen lakni, amíg ránk támadnak a Greasers-ök, de nem... Milyen játék ez? Monkey Fing! A Fling! Ez jó, ez tetszik! Mindjárt nem is meg a csöveshez. A vietnámi barát, ez tetszik. Shoot down bananas for morpo. Szóval a majmot kell elölni, a banánt kell, a pókot el kell kerülni, és a arra lehet lőni kakát. Ó! Na. Csita. Hát menne halljál már itt elején, hát. Csita.
Hogy ezeket azért érdemes lelőni. Ah, értem. A banánokat meg ott van a tetőn. Banana, friss banana, vizéből hozták, Egyiptomból, az ad le kéne lőni, nem? Na. Ja, hát igen, azt fel kell venni. Ja, de ja, itt ki lehet lenni, persze a vidámparkban nem lehetett. Érdekes játék, Greasers, Johnny ezzel játszott, franc megcsap Lola. Francba Lola éppen a könyvtáros nővel kefél. Á, francba! Én meg ezzel játszok, ez ilyen játékokkal játszok. Á, francba, most kaptam a hívást, hogy Lola megcsalt az anyjával. Á! Érdekes. Na jó, elég út. Hogy léptem ki előbb? Na most már nem tudok. Lehet a Vidán Parkból is Space Cat volna nyomnom, ha beszarok. Jó, én már a vietnámi barátomhoz nem megyek, hanem amikor átöltözök itt a rész végén. Maradok a átöltözésnél. Csak mondtam ezt a városrészt, annyira nem ismerem. Nem nagyon tudom, hogy hol vannak a cuccok. Megyek már a kékhajú barátnőmhöz. What's up, már mint a mustár. Na. Ez már nagyon németes. Nem tetszik. Fuhu. Ez már nagyon 80-as évek. Jajaj. Ó. Bohócokat, annyira bírom a bohócokat. Ez jó. Pulóver, annyi, nincs annyira hideg kint sem, tudjátok csak izé. Még a csirkéknek a etető is úgy be van fagyva, hogy kalapáccsal se lehet ki izélni a jeget. Nem. Van pénz. Szóval van árul. Persze. Jogging pants. Forest. Pistol pants. Ezek a nadrágok vannak itten ebben az éve. Turkálóba. Asszony. Hát a farmer, ami azt is itt vettem, a farmert, azt nem lehet megvenni még egyszer. Hát jó, nagyon nagy drágba menjünk már ezért tényleg. Jó, hát gyerekek, hát nem fog innak itt ezért velem kicseszni. Zöld, az jó lesz. Elmegy másik ruhaboltba, hát gyerekek. Elmegy másik ruhaboltba. Hát én mit csinálnak itten? Néha valami ilyen kis együttes felszokott itt lépni. Miközben vágják az ének a páciensnek a fejét, mert ez fodrászat is amúgy. Hajam, hogy áll tényleg? Régen nézem, hogy áll a hajam. Jó áll, maradhat még. Gyere ide, Fidel, gyere! Istenem. Jó, srácok. Itt halál lesz. Mit akarsz? Előbb még boxolni akartat a Greasers. Nem fogok kocsikat tölni. Na, már Johnny megint itt akar találkozni velünk, nagyon fasza. És a küldetése mi lesz? Te teen ments. Aha, értem. Jó, srácok, ez egy rövidebb rész lett volna. Remélem tetszett a videó, nekem nagyon elnyert a tetszésemet. Elég sokat nyalikáztam, mert minden játszott. Elég sokat kellett használnom itt a érzékszerveimet. Szóval, jó kis rész volt. Gator Norbi, elhagy a Bulwert-et. Sziasztok!